Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elnézést kérek, indulatosabb lesz a interpelláció. Nem én írtam, ezt egy munkáját vesztett újságíró írta, de teljesen azonosulni tudok, és az ő kérdéseit én teszem föl. Miniszterelnök úrnak tettük volna, tudom, hogy csak egy államtitkárt úrat küldött. Van egy rossz hírünk azoknak, akik pezsgőt bontottak október 8-án a Népszabadság megpucsolásakor. Ki fog derülni az igazság ennek az akciónak a hátteréről, amelyben a kormány keze is benne volt, és abban a hitben is hiába ringatják magukat a sajtószabadsággal és a nyilvánossággal kufárkodó kormányzati politikusok, hogy mostantól szabad a rablás. Önök is meg fogják emlegetni azt a napot, amikor a legfontosabb magyarországi napilapot kivégezték. A miniszterelnök és környezete azt állítja, egyszerű gazdasági döntés született a tulajdonos részéről, a kormány nem avatkozik a sajtószabadságba. Ezt azonban azt sem hiszi el, aki mondja. Önök már akkor is beavatkoztak a sajtószabadságba, amikor az Origo internetes hírportált lefejezték, amelyet Lázár János utazásai és szállodai számlái után kutakodott. Akkor is durván megsértették a sajtószabadságot, amikor lehetővé tették, hogy Andi Vajna, kormánybiztos álomgyáros állami pénzből megvásárolhassa a TV2-t. Nem beszélhettünk sajtószabadságról egy olyan országban, ahol a kormányzati adminisztráció egyik tagjai a második legnagyobb... Ki mondta az árulót? Ki mondta? Igen, áruló vagyok, az ön főnökét. Ön képviselő főnökét elárultam. Az képviselő. Ön főnökét. Képviselőtársaim, két dolog. Tessék tudomásul venni, hogy Hatházi Ákos képviselő úrnál van a szó, és el kell, hogy hangozzék az interpelláció. Képviselő úrnak be fogjuk számítani az idejébe, képviselő úrnak pedig fölhívom a figyelmét, hogy az interpelláció az egy kötött műfaj, tehát abból a kibeszélésnek nincs lehetősége. Tehát önnek azt kell elmondani, ami a papíron, vagy legalábbis tartalmát tekintve azt kell elmondani. Visszaadom a szót, öné a szó. Kormánypárti képviselő, hölgyeket és urakat pedig arra kérem, tegyék lehető, hogy elhangozzon az interpelláció. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy árulónak neveztek, én természetesen képviselő. Képviselő úr, amennyiben nem hagyja abba az... Amennyiben nem hagyja abba az interpelációból való kibeszélést, akkor meg fogom öntől vonni a szót, mert a házszabály erre egyértelműen kötelez engem. Parancsoljon. Szilber Dönlek képviselő, azt mondom, figyelmeztetem. Egyetlen ország sincs Európában, ahol a vezető politikai napilap megszüntetése vagy továbbműködése puszta gazdasági döntés lenne. A Népszabadság ráadásul nem csak a politikáról írt, amellett, hogy folyamatosan dokumentálta a közpénzek lenyúlását, folyamatosan dokumentálta a magyar kultúra és a magyar tudomány eredményeit, a társadalmi folyamatokat, a civil szervezetek munkáját, a hátrányos helyzetű csoportok mindennapjait. Amikor az osztrák Heinrich Pecsina megvásárolta a Népszabadság kiadóját, azt a felelősséget is magára vette, ami az ország egyik legfontosabb társadalmi intézményének működtetésével jár, és most már kijelenthetjük, ezzel a felelősséggel nem élt, hanem visszaélt, amit egy valóban nemzeti kormány sehol a világon nem nézne tétlenül. Október 8-a óta egy kalandos előéletű külföldi üzletember viselkedik minősíthetetlenül magyar munkavállalókkal, elfogadható indok nélkül kitiltotta őket a munkahelyükről, szabotálta a törvényben előírt kötelező egyeztetést és törölte az e-maileket és a Népszabadság online tartalmát az internetről. Ezeket a törvénysértő lépéseket nem indokolt a gazdasági racionalitás, nem veszteség minimalizálás történt, ahogy önök állítják, hanem politikai bosszú és leszámolás egy olyan lap ellen, amely következetes számon kérte a lopást, és amelynek az önök kormányzás alatt napról napra több feladata volt. Ezt a bérgyilkosságot minden bizonnyal politikai megrendelésre követték el. A Népszabadság kiadójának nem állt érdekében a mára sikeresen reorganizált, minimális veszteséget termelő lap megszüntetése. A kormány viszont jól járt vele. Az alkó, amit önök megkötöttek, az egyik legpiszkosabb a rendszerváltás utáni magyar sajtótörténetben. A független média információi szerint a több bűncselekményben is érintett Heinrich Pecsina a kormány közeli vevőnek adja az ország legtöbb megyei napilapját és kiadóvállalkozását, a MediaWorks-ot, a Népszabadság elhallgattatásáért cserébe. Képviselő úr, beszámítottam az idejébe,
mert meg is állították az órát, ezt azt hiszem valamennyien láthatták, úgyhogy most arra kérem, tegye föl a kérdést, hogy arra válaszolni lehessen. Államtitkár őr, önök hazudtak, amikor azt állították, hogy a Népszabadság megfojtása egyszerű gazdasági kérdés volt. Válaszoljon tehát, hogy kivizsgálják-e a magyar állam hatóságai, milyen háttéralkuk vagy zsebszerződések álltak a lappiaci szempontból indokolatlan, putszerű lapmegszüntetés mögött, és fellép-e a kormány a munkatörvénykönyvét, a magyar munkavállalók törvényes jogait sorozatosan megsértő osztrák laptulajdonossal szemben, illetve mondja el, hogy mit ígértek Heinrich Pecsinának a Népszabadság likvidálásáért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A válasz Dömötör Csaba államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon. Tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését. Ami a magyar sajtószabadságot illeti, az köszöni szépen, jól van. Ebben az országban mindenki megtalálhatja a világnézetéhez legközelebb álló tévét, rádiót vagy éppen napilapot. A kormány a rendelkezésre álló információk alapján kizárólag gazdasági kérdésként tekint arra, hogy a kiadó felfüggesztette a Népszabadság kiadását. A tulajdonos egyébként a rendelkezésre álló információk alapján arról adott tájékoztatást, hogy a Népszabadság az elmúlt 10 évben csak veszteséget termelt, a példányszám drasztikusan csökkent, mivel az emberek már nem érdeklődtek az újság iránt. Ez egyébként, ez a folyamat nem egyedi, szerte Európában és a világon megfigyelhető folyamatról van szó. Nem volna helyes, hogyha a kormány bármilyen formában beleszólna egy független kiadó döntésébe, éppen az ilyen beavatkozás érteni a sajtószabadságot. Amikor a Népszabadságról beszélünk, érdemes azért megnézni a tényeket. Az MSZP itt a házban ordibált, címlapokkal parádézott, az utcákon tüntetés szervezett, és még Brüsszelt is telekiabálta. Eközben a tények a következők. A Népszabadság hosszú évekig az MSZP résztulajdonában volt, aztán ők maguk adták el, vagy 100 milliós összeget kaszáltak. Éppen annak volt politikai oka, hogy az MSZP annak ellenére futtatta a lapot, hogy az, mint tudjuk, vastagon veszteséges volt. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a Népszabadság dolgozói akkor is megkapták a fizetésüket, amikor a tulajdonos párt kormányon utcára tett százezreket Magyarországon. Engedje meg, hogy Mesterházy Attilát idézzem, aki szintén a baloldal nyakába varja a Népszabadság kimúlását, azt mondta, nem érti, hogy 8 év kormányzás alatt miért nem tudta az MSZP kormány megoldani, hogy a lap megmaradása biztosítva legyen. Idézhetem a Szabad Sajtó Alapítvány elnökét is, aki nem mellékesen a Népszabadság felügyelőbizottságának volt elnöke. Ő azt mondta, hogy a mai napig nem érti, hogy az alapítványt létrehozó MSZP miért nem tudta megoldani a hosszú távú finanszírozást. Ez azt is jelenti, hogy ha akarta volna, akkor a baloldal megmenti a Népszabadságot, de nem akarta. Ezek a tények. Egyébként hagyd tegyem fel a kérdést. Hol voltak a sajtószabadságért aggódók akkor, amikor a jobboldali nézeteknek éveken keresztül egyáltalán nem volt fóruma Magyarországon? Vagy akkor, amikor egy szocialista kormányfő 2009-ben arra szólította fel az állami intézményeket, hogy mondják le egy jobboldali napilap előfizetését? Szaladgáltak-e önök akkor Brüsszelbe? Miért nem prüszköltek akkor, amikor Medgyessy Péter arra utalt, hogy ha valaki nyilvánosságot szeretne magának, akkor vegyen magának egy tévét? Vissza az eredeti témára, a Népszabadságot a baloldal csinálta ki. Az a baloldal, amelyhez Schiffer András távozásával most önök is tapsikolva csatlakoznának. A baloldal egyébként korábban is ezt csinálta mindennel, amihez hozzáért, elkártyázták a saját cégházukat, bagóért eladták a magyar ipart, amelynek visszaerősítése most óriási erőfeszítéseket igényel. És miközben így tettek, megpróbálják a felelősséget másra hárítani. Hát ez nem fog menni. A baloldali szavazók mindezek alapján azt gondolom, hogy többet érdemelnek, de az ország is. Sajnálom, hogy önök ehhez a bandához csatlakoznak. Köszönöm a figyelmet. Hatházi Ákos képviselő úr következik. Tisztelt elnök úr, megkérdezték, hogy hol voltam én 2009-ben, én a Fideszben voltam, akkor természetesen a sajtó szabadságért ugyanúgy kiálltak, csak önök akkor rossz oldalon voltak, és akkor önöknek nagyon fontos volt a sajtószabadság, ezért fáj nagyon, amit most csinálnak. Önöknek tudni kell, hogy a sajtószabadság, amíg megvan, addig vannak ők biztonságban, mert addig az ellenzék kéri önökön számon a
disznóságaikat, akkor, hogyha a sajtószabadság megszűnik, akkor majd a nép valamikor számon kéri önökön, de az nem lesz önöknek jó. Navracsics államtitkár úrral egy előremutató megbeszélést tartottunk a múlt szombaton, és azt mondta, hogy sajtószabadság van, mert tudunk róla beszélni. Azt gondolom, ezt tudják önök is, hogy nem azt jelenti, hogy minden megmaradt volna. Az LMP megtartja a politikai pozícióját, önök mentek el valahova, egészen máshova. Én ugyanott vagyok, az LMP-ben vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Képviselő úr, azt nem mondta, hogy elfogadja-e az államtitkári választ, vagy nem. Képviselő úr, nem fogadta el az államtitkári választ, ezért kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ, 109 igen, 16 nem is, egy tartózkodó szavazattal elfogadta.